lépj be te is az E-mentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gábor! Jó reggel! Azon gondolkozom, hogy miért büntette engem a jó Isten? Tehát hogy? Egy óráig engem csesztettek a dohányzással, most jön Gábor, aki mindjárt elmondja, hogy ne egyél húst, mert mindannyian meghalsz. A Schwabinak volt ez a műsor, ez a nem a te napod. Ez kicsit az. De még reggel nem sejtetted, hogy ez ma neked szörnyű lesz szegénynek, de én leszálltam rólad, én már nem. Legközelebb jövök pánkhaja. Gáborom, helyes vagy, csiros vagy, mi van? Ünneplő névnap, vagy menj mész valami előadásra, vagy szülinap, vagy leérettségiztél? Mi történt? Megyek majd tovább, igen, lesz egy nagy előadás, és azon veszek részt. Na, kiknek adsz elő éppen? Óvodapedagógusoknak fogok előadni. Ja, azt hittük PR Kárdenne. Nem. Óvodapedagógusoknak? Mit adjanak a gyereknek, mit nem? Egészséges táplálkozásról szóló szeminárium lesz, igen. Csak vannak vendégelőadók, vagy te vagy az egyetlen, aki ezt így megtart? Nagyon komoly szakmai fórum, és hát szakemberek vannak jelen Magyarországon a felső kutatói körökből, szakmai körökből, és nagyon megtisztelő, hogyha én is részt vehetek. És a táplálkozás, reformtáplálkozás, gyermekétkeztetés kérdéséről nem csak zabról, hanem minden másról is szó lesz. Bocsáss meg, hogy megkérdezem, ott abban a zsebben, az ott fönt az ünneplő töltőtolla? Persze. Nem? Igen. Ez egy nem hiszem el. Várjátok, csak hogy értsék a hallgatók, és Jani rámutatott egy tollszerű képződményre, ami úgy van becsippentve ugye egy külső zsebbe. Gábor előhúzta, és egy hosszú pálcát csinál belőle. És kiderül, hogy egy vipera. Nem? Igen. Nem, ez egy toll, amivel írni lehet. Hihetetlen, Gábor, egyébként már, hogy autókról antennákat törögetsz le, hogy szóljon a rádiód a kocsiba. Az ingalatott a Merjo jel is. Döbbenet egyébként, hogy Opel és Merjo jeleket tölt. Ezzel írni lehet, és akkor ki is lehet húzni, ez egy teleszkópos toll. És ilyenkor állsz egy táblánál, és nagyon... Tömegoszlatásra is alkalmas. Igen, állsz egy táblánál, és baromira mutogatsz, ilyenkor kis írományaid vannak, ezt így kivetíted a falra, tényleg? Azt gondolom, hogy ez egy fontos kelléke az előadásoknak, mert hát mondjuk most már infrapálcám van, az is van a táskámban, de időnként szükséges konkrétan rámutatni, oda menni, és rámutatni egy információra az előadáson. Én ezt nagyon szeretem, de nyugtass meg, hogy azért írásvetítőt nem viszel már a hónod alatt. Tehát az nincs, nem egy rége. Egy projektor. Emlékeztek, mikor a tanárok jöttek ezzel az írásvetítővel? Vagy olyan terembe mentél, ahol volt írásvetítő? Betolták ilyen kis kocsi. Betolták, hogy a fiatalok nem tudják, fölraktál rá egy ilyen műanyag lapot, amin volt írás, és azt megvilágította, és feltette a falra. Micsoda technika. És kellett írni a műanyag lapot. Igen, és úgy nézted, mintha valami NASA-tól kapott, én nem is tudom, milyen hadi technikai eszközt használna a tanár. Soha nem sikerült neki elsőre úgy rárakni, hogy ez ne fejjel lefelé legyen, és fordítva. És aztán rájött, hogy nincs bedugva a konnektorba, Pistike hoz egy hosszabbítót. Élesítsük a képen. Igen, és már kis csöngettek. Gábor, mielőtt belevágnánk a témába, amiből te készültél, engem nagyon nyomaszt valami, mert hogy olvastuk itt most megint mindenféle bio élelmiszerekkel, tápszerekkel kapcsolatban, és erről beszéljünk két mondatot, mert számomra totálisan megdöbbentő, hogy egy olyan cég, aki azért nagyon hirdeti magáról, javíts ki, valamit rosszul mondok, hogy bio, ugye? Igen. És nem akarok most cégnevet mondani. Erről a termékcsaládról. Erről a termékcsaládról, igen. És aztán kiderül, hogy hát elég nagy mennyiségben határtúllépés van, talán bébi ételeknél, ugye? Találnak növényvédő szereket a bébi ételben. Igen. És erről a termékcsaládról köztudottan tudjuk, hogy kimagaslóan bio, és mindenféle ökokontroll, meg nem tudom, és tényleg az ember ismeri a terméket, bemegy. Hogy kerül oda? Tévedésből nem tud. Akkor ez azt jelenti, hogy ezeket a növényeket vegyszerezik, és az egész egy hazugság? Ebben az esetben egyébként hát le vagyunk sújtva, megmondom őszintén, mert ugye atropin találtak egy bio bébi. Az növényvédőszer? Táplálékban. Nem, ez egy, tehát itt nem arról van szó, hogy titokban vegyszerezték éjszaka ugye a bioterméket, ahogy a mondás is tartja, hogy a bio az abban különbözik a nem biotól, hogy ezt éjszaka vegyszerezik. Igen. Nem? Tehát nincs ilyen. Az említett termék, amiről itt szó van, ráadásul nagyon magas és nem magyar követelményrendszernek felel meg, úgyhogy nem akarom fölmenteni a terméket, itt egy komoly szennyezésről van szó, vagy viszonylag komoly szennyezésről van szó. Atropin, ez más, valószínűleg a betakarításkor más növényel szennyeződött. Tehát nem vegyszert adtak hozzá, hanem más növényel szennyeződött, amire nem figyeltek oda, és az a növény atropin származékot tartalmazhatott. Ugye ennek azt mondják, hogy lehet enyhe droghatása is, lehet ugye hasmenést, hányást, látászavart, szédülést, egyebeket válthat ki, és éppen beszéltük a Vikivel, a kedves feleségeddel, Balázs, hogy lehet, hogy a gyerek mondjuk hány vagy hasmenése van, és lehet, hogy nem vírust kapott, hanem atropint. Mondtuk ezt félig viccesen. A helyzet az, hogy
azért az ember azt gondolná, hogy a bioélelmiszerek tényleg minden szempontból rendben vannak. Igen. Ez mondjuk kiderül, nekik is hatalmas presztízsveszteség. Én például előszeretettel vásárolom, meg fogyasztom ezeket a termékeket, amiket ők árosítanak, és álmomban nem gondoltam. És ebben az a probléma, hogy ráfutunk ilyesmire. Igen. Igen, tehát látom magam előtt az olvasói, hallgatói kérdéseket, sőt, kaptam is már egy 10-15-öt, hogy hogyan tovább. Van értelme az életnek? Ezt én úgy szeretem, hogy finoman, teljesen farca, van értelme az életnek? Mert ugye hát részben a műsor kapcsán is nagyon sokan változtatnak, és egy-egy ilyen hír majdnem romba dönti az emberekben azt a hitet, hogy érdemes változtatni, hogy érdemes jobb élelmiszereket venni sokkal drágábban. Én azt mondom, hogy ne menjünk ilyen messzire, tehát nehogy valakiben egy teljes csalódás után visszatér a Feri által javasolt étrendi formákhoz. Az igazság, így van meg. Hanem, tehát én továbbra is támogatom az egészséges táplálkozást, de ez megint arra jó példa. De hogy kerül oda, Gábor? Tehát, hogyha van egy bioföld, akkor mindegy, hogy másik növényt takarítanak be, az se lehet szennyezett növényvédőszerre. Tehát, hogy a fenébe kerül oda? Ez nem lehet lejáratás se, mert valójában benne volt. Tehát én nem arról van szó, hogy egy másik cég kitalálta, bevizsgálta, kamuki híreket hozott le, hogy növényvédőszer, aztán mire a cég megvédte volna magát, addigra megszüntették, bezártásod. Tehát itt valójában ott volt. Nem? Igen. Tehát azért ez ijesztő. Mivel a hír még friss, azért én sem merek nyilván semmilyen véleménybe bocsátkozni, vagy konkrét tényszerű adatokban, mert nem tudom, hogy honnan származott. Tehát ez a gyerektápszer, a legérzékenyebb, vagy gyerekétel. Hát, igen. Azt gyanítják, hogy más növénnyel, olyan növénnyel szennyeződhetett a betakarításkor, tehát nem tudták jól elválasztani a gabonát az egyéb növénytől, hogy ugye itt mikrogrammos mennyiségről van jó, szó. Jó, de akkor az egyéb növény, amit betakarítottak, ahogy a Balázs mondja, szennyezett, az meg benne van másban. Érted? Tehát akkor az valószínűleg nem csak ebben a bébi ételben fordul elő, hanem egy csomó minden másban is. Hát nem biztos, mert ugye itt mondjuk tegyük fel valamilyen gabonát termesztettek, akkor ezen a táblán itt nőtt esetleg, de ebben mondom, nem merek tanácsot, vagy esetleg véleményt sem nyilvánítani. Uh-huh. Szerintem fogunk erről még hallani. Hát ezt nézzük már, hogy ennek mi a folytatása. Ez egy vizsgálatsorozat indult el az adott cégnél, termékcsoportnál. Egyébként, hogy minden rosszban van valami jó, egyben biztosak lehetünk, az atropint ezek után nézni fogják. Uh-huh. Nézni fogják a termékben, amiként a guarmag botránynál annak idén a dioxint is azonnal nézték mindenben, tehát most már arra nem kell számoljunk szerintem, hogy atropin származik ezek után, uh-huh. lesz forgalomban. Ez egy szúrópróbaszerű ellenőrzés volt? Ezt nem tudod érvezni? Ezt csak szinte leszették a polcról, és úgy... Aha. Igen, a szakhatóság szinte mindig szúrópróbaszerűen, ugye randomizált szúrópróbaszerű, ugye tehát számítógépes programok által vesznek mintát, tehát reprezentatív mintavétel történik, hogy előbb-utóbb minden termék sorra kerüljön a mintavétel során, nagyon professzionális mintavételi technika, és hát most ez a termék került sorra. Igen, csak ezzel és az kérdés, mivel ha nem kerül sorra, tudod, akkor még egy évig ezt teszik a gyerekek? Szóval, hogy itt azért ez hát is 26 darab, vagy mennyi már elfogyott ugye a termékből, még jó, hogy nem mondjuk 5000. Ez nem sok, mondjuk. Bizony. Igen, mondja. Az a legnagyobb probléma, hogy ugye minden embert arra buzdítunk, ez a rovat is arra buzdít, Gábor is folyamatosan arra buzdít, hogy életmódszerűen fogyassza ezeket az élelmiszereket. Na most nem azzal van a probléma, idézőjelben, hogyha az is probléma, de nem akkor a probléma, ha alkalomszerűen eszel ezekből. Viszont ha rendszeresen fogyasztod, mint ahogy én például bizonyos termékeket, amit itt vásárolok náluk, én rendszeresen, napi rendszerességgel fogyasztok. Na most képzeld el, hogy a szúrópróbaszerűen nem most, nem két hét múlva, nem egy hónap múlva, hanem fél év múlva derül ki. Addig fél éven keresztül minden reggel fogyasztom szépen ezt a terméket, amit adott esetben ők lecsomagoltak már. Úgy jössz vissza a budiról, hogy Bali, nincs egy kis papírod! A kutyak fáját az összeset elhasználtam. Az íze nagyon jó, de nem tudom megszokni, hogy miért folyik a szememből. Egy hete nem látok, finom, de egy hete nem látok. Hát ez egyébként tényleg megdöbbentő. Tehát pont az a dráma, hogy nem egy felnőtteknek szánt élelmiszerről van szó, hanem ugye pont a legveszélyeztetettebb csoportnak szánt. Egyébként én úgy tudom, hogy a bébi ételek minőség ugye követelménye az sokkal szigorúbb Magyarországon is, mint az egyéb. Valószínűleg azért nem ment át a rostán ez a termék, mert a követelmény sokkal szigorúbb, tehát itt bizonyos mikrogram felett sem engednek meg már. Felnőttnél lehet, hogy ez nem okozna akkora problémát. Uh-huh. De ne legyen benne semmi. Hát tudod, az a legjobb, tehát, igen. Tehát, hogy ez az elvárás, hogy ne legyen benne annyit semmi. Annyit beszéltünk az élelmiszeriparról, látjátok, hogy itt mindenre számítani lehet, sajnos. Igen. Jó, oké, ez csak kérdés volt, mert érdekelt a dolog, hogy hol tart az ügy. Ha van folytatása, akkor beszélünk róla. Na, készültél egy nagyon érdekes dologgal, elsősorban háziasszonyoknak. Ez most nem olyan hosszú, mármint maga a rovat. Nagyon sok embert érdekel, ugye, hogy miben, hogyan, miképpen, mivel süssünk, miben jó, miben nem jó, mi az, ami káros.
mi az, ami tévhiteket, vagy miről gondolja az ember, hogy igazából rossz, vagy mivel kapcsolatban vannak tévhitek, és összeszedted azokat, hogy miben jó sütni. Ugye ezzel készültél mára? Igen, általában sütni, főzni, tárolni. Korábban emlékeztek, beszéltünk a műanyagokról, de ez a kérdés sokkal komplexebb. És szintén emlékezhetünk nagyanyáinknak az öntött vas edényeire. De finomabb a minden. Jó darab sült. Úristen. Sült nem, tofu. Én most nem erre gondolok. Egyébként kiváló zapkás a fő a rozsdamentes acél. De hát minek koszolnánk össze a rozsdamentes zapkásával. Ugye, Feri? Mondjad, Gábor. Aztán megjelentek a különböző bevonatok. Tehát nem volt elég az, hogy ugye öntött vas, mert ugye egyébként abból vasionok kerülnek az ételbe, amiről azt mondja a szakma, hogy hát nem rossz, de nem is olyan jó, főleg, hogyha már ötvözetekről van szó. Teflon. Ugye a teflon edényeknél az a gond, hogy a teflon az nem egy egészséges anyag máskülönben a szervezetre, amennyiben lepattan, vagy az ételbe kerül. És amióta megjelentek a hamisított, vagy piaci, vagy egyéb teflon bevonatú edények, azóta találkozhatunk olyan edényzettel, amelyiket befőzöl mondjuk egy évig, és aztán azt látod, hogy vékonyodik a teflon bevonat, szinte itt-ott lepattan, és ezeket teflon. Mi esszük meg gyakorlatilag, tehát a család megeszi a teflont idővel. Nyilván nem tudok mást mondani, és ez közhelynek számít, mint az, hogy jó minőségű teflon bevonat vásárlása, tehát rendes márka üzletben. Egyébként mondanám, hogy titán bevonatú edényt kéne használjunk, de lehet, hogy ennek az ára hasonló lesz mondjuk egy autóéval. Meglincselnek, vigyázz. Igen. Ezért de a teflon önmagában nem káros, ha nem kopott, nem? Tehát akkor az nem árt. Tehát maga a bevonat ugye azt a célt szolgálja, hogyha rendesen ráég, ugye amikor valaki megvesz egy teflon edényt, akkor használni kell, és az első időszakban nem is igazán eheti meg azt, ami benne elkészül. Hát inkább ki kell sütni, tehát kis olajjal ki kell sütni, hogy teljesen ráégjen a bevonat. Egyébként ez a bográccsal is így van, úgy tudom, de ami Feri megerősít. Hát a teflonnál maradva, az ugye azt szerintem mindenki tudja, de ha nem, akkor mondjuk el, hogy abban a pillanatban, hogy az első lepattanást megláttad, akkor vége, az kuka, igen. Tehát ott azt nem használod többet. Igen. Hát ezért sem jó, hogyha mondjuk dobszolozik rajta a gyerek a tésztaszűrővel, meg ezért nem szabad mondjuk fém villával kapargatni, igen, meg hasonlók. Tehát nem tehetjük ki, ez nagyon fontos, hogy nem tehetjük ki mechanikai erőnek az ilyen bevonatokat. Oké, ott a fakanál, de azzal is olyan erőhatást lehet kifejteni időnként, hogy bizony az sérülni fog. Aztán itt a zománc. A zománc egyébként sokkal jobb, mint a teflon, de itt is addig, amíg az nem sérül. Uh-huh. Vannak olyan zománc edények, amelyek annyira rá vannak égetve is, és annyira jó minőségűek, hogy ha valaki kíméletesen bánik a zománc bevonató edényekkel, akkor majdnem azt mondom, hogy elkísér. Nem úgy, mint a teflon. Hát igen, a teflon megjelenés ez ugye alapvetően egy kényelmi szempont, mert sokkal kevésbé kell rá odafigyelni, mint a hagyományos zománcozott edényekre. Igen, az a baj, hogy ahogy elkezd leégni az étel a zománc edényben, meg a teflonban is, onnantól kezdve már ugye nem használható, úgy akkor elkezdjük súrolni, ugye amikor mosogatjuk. Aztán megjelentek a konzervdobozok, de azok még ugye a KGST piac idején ónozott konzervdobozok voltak. Aztán emlékszem, még én is az egyetemi időkben mértünk ón beoldódást egy paradicsom konzervben. És oldódott? Egész fém volt, igen. Az nagy buli oldódik lehetett. A konzervből, tényleg? Oldódott. Ez korábban, amikor... Ez mi volt, hogy összegyűltetek péntekes, és azt mondod, a gyerekek buliban mérünk egy oldódást, és akkor mindenki hívott egy bohát gyerekpesgőt. És péntek este buliztatok egy nagyot, és közben mértetek egy oldódást. Oldódik ezt nézni. Mit csináljunk? Ígyunk oldódást. Oldódást! Mérjünk egy oldódást! Képeket mesztelen csigákról. Időnként megérdek, milyen rémképeitek vannak egy élelmiszer analitika szakirányról. Nem. Egyetemen összegyűlünk, ténylegesen, de nem péntek este. Összegyűlünk és mérünk egy ón tartalmat, mondjuk egy paradicsom konzervből. Ez mond valaki tosztot? Nem. Viszont ezek megszűntek, ugye nyilván hát lép a szakma, és most már a fém konzerv dobozok belső felszínét gyantákkal kezelik, epoxi gyantákkal, ugye ezek, ezek műanyagok. De jól hangzik, igen, az finom műanyag azért, az de jó. Igen. Ez egy fokkal jobb, ugye itt is van némi beoldódás, de már nem nehéz fém, ugye ez az előnye. Csak a sütésfőzés egyet hadd kérdezzek már, még most kerámia bevonatos serpenyőket lehet kapni. Uh-huh. Az jó a kerámia? Kétféle kerámia bevonat van. Az egyik az, ugye itt a kerámia maga, az tartalmaz kadmiumot és olmot. Ezért beoldódhat, de nyilván ezt mindenki tudja, illetve sokan a szakmában. Ezért a kerámiára is rávisznak egy felületet. Ez két lehetőség van. Az egyik lehetőség az, hogy egy hőálló védőlak bevonat. Aha. Ez ugye ez beoldódhat.
egy része, vagy pedig ez a drágább, hogy egy vékony üveggyanta, egy üvegbevonatot égetnek rá, ez a drágább. Az üvegből nincs beoldódás, de minden másból lehet. Na most az a baj, hogy te a csomagoláson? Akkor vásárolod? Az a baj, hogyha te odamész egy eladóhoz, és szakmailag ilyen kérdést teszel föl neki, hogy ezen hőálló lakbevonat van, vagy pedig védő üvegréteg. Már az biztos, hogy nem elnézést, tudja. Elnézést, önök miért ekkad mimot? Mert mi annak idején a kollekcióban. jó, de jobb, mint a teflon, vagy körülbelül ugyanaz, mint a teflon. Ne jobb. Káros, hogy jobb, mint a teflon. Jobb, a védőbevonat miatt ezek a festett és bevont kerámiák, azt gondolom, hogy jók. Arra kell figyelni, hogy ugye a hőlépcsőt nem mindig bírják, hogy az üveg sem, tehát 20-30 fokos hőlépcsőn, ilyen nagyobb lépcsőt nem biztos, hogy bírnak, tehát repethetnek. Hőlépcső, de szép szó. Gábor, és ami fontos, hogy otthon ugye nyilván tudod, hogy mivel főzöl, oké, ezeket megfogadod, de például akik a közétkeztetésben dolgoznak, akik főznek nagyüzemszerűen ott, ezeket például szúrópróbaszerűen ellenőrzik, hogy milyen minőségű anyagokkal főznek gyerekeknek, felnőtteknek, kórházaknak, különböző intézményeknek? Igen, amikor egy konyha ellenőrzést kap, akkor sok mindent megnéznek, ezek közül az egyik, az edényzet. Tehát ezt átvizsgálják. Előírás, aha, a rozsdamentes acél, illetve a speciális eszközök, tehát most már minden konyha lecserélte régóta az egyéb nikkelezett, meg egyéb más edényzeteit, vagy akár az alumíniumot, nyilván nagyon rég volt alumínium üst, még a régi menzákon emlékeztek ilyen nagy alumínium. Két asszonyka emelte föl a zsámolyra, és azt abban főzték. Most már ilyen nincs, az alumínium ugye Alzheimer-kort okozhat, és ízületi bántalmakat, azt mondják. Rozsdamentes acélban, igen, ellenőrzik ez a válaszom. Uh-huh. Háztartásokban viszont az a fontos, amit hazaérdemes vinni ebből a mai beszélgetésből, hogy ha lehet, akkor azokat az edényeket, amiben mi főzünk, azt ne a legolcsóbb helyről vásároljuk. De egyébként ezt mindig mondjuk élelmiszerek terén is, hogy ha lehet, adjuk meg a módját, mert egy edényt azt nem egy évre veszek. Igen, ami eszembe jutott, és mindig eszembe jut, amikor alufóliába csomagolunk valamit, hogy ugye az mégiscsak azért valamilyen alumínium származékot kell, hogy tartalmazon. Abba becsomagolunk egy szendvicset a gyereknek, letakarjuk vele az ételt, abból átszivároghat valami, mert rengetegen használják, és sose gondolt ebbe bele senki. Amennyiben az étel meleg, esetleg ketchupot teszel közé, és az nem tudom én, az ott a két kenyer közül kijön, és érintkezik a műanyaggal, tehát a savas anyagról van szó, akkor igen. Akkor nem műanyag, alumínium. Ez az alufólia, ami a szendvicset rakod, nem a sötét színű, tehát ami nem átlátszó, ami a szendvicset rakod, lefeded vele az étel, sütőbe rakod. Ha nem érintkezik majonézzel, ketchuppel, mustárral kifejezetten közvetlenül, maga a kenyér, és ez egy száraz anyag, érintkezik az alufóliával, nem oldódik semmi, aha, mert nincs határfelületük. Sütés közben sem például, hogy letakarod a csirkét, hogy puhább legyen, a végén leveszed, hogy színe legyen. Vagy alárakod például. Ez is érdekes, ezt vizsgálták valahogy, abban mi oldódhat ki? Erről én nem olvastam irodalmat, de mivel a főzés vagy pároláskor, ugye ott nedvességről van szó, ott megvan az esélye, utána fogok ennek nézni, hogy az alumínium mit csinál. Mivel ez érdekes dolog, hát kezdve hányan használják magyar háztartásokban, külföldön, és hogy például mennyi alumínium évtizedek óta mindenki. Kerülhet az emberi szervezetbe. Tehát alufóliával főzni, sütni ma már nem ajánljuk, hanem ahogy beszéltünk arról, hogy például a kerámia edények, ugye vannak olyan nagyon jó kis kerámia sütő edények, amelyeknek van teteje. Uh-huh. Illetve a jénai. Erről szeretem még beszélni. Illetve hát maradjunk a klasszikus módszerén, nagyanyáink módszer, azokat te mindig szereted, amikor rettenet mennyiségű libazsírban, ami ellen a húst, ma még van egy előadás. Alacsony hőfokon konfitálsz. Így van. Érted, és akkor nem kellett akarni semmivel. Te jössz, Gábor. Nézd, Léza. Nézd, rosszul van. Én mindig olyan vidám szemmel nézek felé, amikor elkezd beszélni, és annyira veszed, érted, és olyan a hús, hogy így elomlik, és olyan íze van, hogy megőrülsz. Na, mi van a jénaival? Figyelj, Feri, hoztam egy mondást. Edward Nelson orvos mondása. Ha olyan erős akarsz lenni, mint a bivaj, edd azt, amit a bivaj eszik, de a bivajt ne edd meg. Jaj, de szép! Ez a mai adóászom nektek, és ha lehet, akkor gyűjtök ilyen mondást még. Aha. Jó, hozzá még is. Meg is győztél vele, mindig is gyűjtetek. Az azért nagyon kemény. Mit eszik a bivaj egyébként? Füvet. Igen, de szép nagy izomzata van. Az biztos, egész igen. Komoly mennyiségű. Igen, mert tudod, azért, mert el kell futni az oroszlán elől, vagy valami egyéb ragadó. De valahonnan csak beveszi azt a fehérjét, ugye 1% fehérje van a fűben. Uh-huh. Mondjuk ezért sokat is eszik az elefánt is, meg a biva is. De nézzétek, nem mit tudom én, húst teszik, meg tejet iszik. De az oroszlán is erős, ő meg húst teszik, tehát Gábor, neki megyek a falnak. Az oroszlán nem erős. Gábor, gorillát mondod. Nem erős.
Értem. A gepárd se tud gyorsan futni. Az oroszlán erős, de az ereje körülbelül néhány percig tart. Nézd meg a természetfilmekben, hogy melyik meddig fut. Tehát az élet az nem abból áll, hogy 5 percig harapok, utána lefekszem aludni. A gepárd fut rövid ideig nagyon gyorsan. Jó, meg Gábor, azért tudod, a legyek is mit esznek, és azért 10 millió azért lény nem téved, de hát azért mégse utánozzuk őket, tudod, van ez a mondás. Azért nézd meg, mi repködnek itt balra-jobbra, milyen vidámok. Egész nap pörögnek, akkor mit tegyünk? 1 milliárdan vannak, mégse tévedhetnek, azért hagyjuk meg a tévedést, hagyjuk meg a tévedés jogát. Az egy fertőző ágens. Na visszatérve csak egy mondatra, mert aztán tudom, hogy menned kell az előadásra, mert kiéhezett védőnök várnak, hogy rád vessék magukat. Meg ma még mérnie kell kadmiumot is. Mi van a jénaival? Jó a jénai. A klasszik jénai jó. Tehát az üveget és a jénait tartjuk a legjobb anyagnak. Aha, római tál. Nem lép reakcióba római tál. Ezek a cserépedények. A cserépedény is belül mázas, vagy van máztalan. Igen. Igen. Hát amennyiben matt, ott azért lehet kioldódás, ugye a védőlag bevonat miatt. Üveg, jénai, ezekben bízunk, és a fényes kerámia bevonatok, illetve a rozsdamentes acél, amiről beszéltünk. Ezekben sütünk, főzünk, ezeket használjuk, és nem tárolunk, ugye műanyagban, nem tárolunk teflonban sem, mondjuk paradicsomot, tehát ha kész egy lecsó mondjuk, akkor nem hagyom benne a teflon edényben. Az ománcba benne hagyhatom, a teflonban nem, az üvegben, jénaiban is benne hagyom. Vannak most ezek a előre fóliázott ilyen mindenféle fűszeres fólia, amiben belerakod a húst, és akkor a fóliában megsütöd, ugye? Hát ez nyilván Ferinek egy fajta merénylet a kulináris élvezetek ellen. De tudod, ilyet. Megfogod ezt a fóliát, ezt az átlátszott, belecsomagolod a csirkét, bevágsz egy hagymát, és bevágod a sütőbe. Ez egy mondat, hát, aztán elengedünk. Szerintem ez necces. Necces. Nem merek konkrétumot mondani, mert ugye itt is konkrét vizsgálatra volna szükség, aha, de azt gondolom, hogy ezek a fóliák most nemrég jelentek meg, és el kell telni időnek, aztán megint ki fog derülni, hogy ezekből is valami antimon, valami beoldódik. Tehát műanyagos, fóliás, sütés, főzésnek én nem vagyok a híve. Na jó, van. Nagyszerű, köszönjük a híreket, egyébként is tényleg veled vagyok, mert a bivaj egészséges, ugye ezért én is bivaj húst eszem, és nem oroszlán. A bivaj szalámi, ilyen. Ez az zakó tartalmaz jó minőségű teflonszálakat? Figyelj, te bivaj mozzarellát se? Tehát eredeti mozzarellát, bivaj tejből, az se? Semmilyen állati fehérjét, ugye? Még nem kóstoltam. Nem? Nagyon finci. Jövő hétre hozok. De te eszel sajtot? Sajtóját egyet. Ha hozzal, én szívesen megkóstolom, tehát nem vagyok vaskalapos, csak nem biztos, hogy mindennapi szinten. Aha. Tehát állati fehérjét nagyon keveset. Aha. Mi volt a reggelit, Gábor? Hát már nem voltunk könnyű helyzetben a feleségemmel, mert megálltunk egy tál köleskása előtt reggel a gáztűzhelynél. És álltatok ketten mesztelenül a feleséget, és néztétek a köleskását? Ez nagyon helyes is. Nem, Gábor. Egy forró szeretkezés után álltatok egy tál köles mellett. Gábor, köles már a nyakkendő rajta volt, hisz előadásra készült. Nem, itt a céltermék most a köles volt. Igen. És azon gondolkodtunk, hogy ebből milyen ízesítéssel mit készítsünk, és úgy döntöttünk, hogy... Istenem, mennyi időtök van? Állni egy tál köles felette, jó lenne, egyszer ennyi időm lenne reggel. Négykor kell nekezél. Nem, ez egy pár perces aktus volt így, és utána... De jó hangzik. Utána úgy döntöttünk, hogy turmixolunk. Na, és... ezt mi így hívjuk, mi csak szexnek, de... Igen, nekem már sajnos a reggeli szexes se időm, se energiám, de ha ti turmixoltatok egyet reggel, Gábor, én mindig örülök. Nem? Igen? De ami kérdés volt, az öntet. Öntet? És tőlem is mindig kérdezi a Viki. Igen? Mi lesz az öntettel? És egy vanil... Igen? Na. Egy vaníliás öntet? Egy vaníliás, fahéjás. Na. Aha. Nagyon rossz fiúk vagytok, azt kell mondjam. Nem, egyáltalán nem vagyunk. Vaníliás fahéjas öntet volt a kölesen? Vaníliás fahéjas cikória öntet volt karob szószal, ezt akarom kimondani. Ó, ez egyébként jól hangzik. Ugye a cikória kávé az egy kesernyés ízű anyag, ezért egy pici mézet, csicsókaszirupot hozzátéve, és egy kis karobb port. Így készül a köles puding, illetve rá ez a ilyen műcsoki, tulajdonképpen egy csokoládé pótló krém, nagyon ízes, finom. Egy kis barna rizsfehérjét szórtam rá, fantasztikus volt. Ja. Barna rizsfehérje? Igen, azt belekevertem, nem is rászoltam, belekevertem, ugye az adja a köleshez képest, ugye a barna rizs egy teljes értékű fehérjét ad, és ez egy erőkása volt így. Aha. Erőkása. De jó neve van. Na jó van. Gábor, köszönjük, elengedünk, menj el előadni. Köszönöm, előadni, hogy jó? Lehettem. Köszönöm. Csokoltatjuk a védőnőket, mondd meg nekik. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.